Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk, ez már a Start Plus, és Fan Andor a vendégünk, aki most teljesítette a Barcelona World Race földkerülő vitorlás versenyt, egy maga tervezte hajóval, tengernyi nehézség közepette, olykor az életéért küzdve, de sikeresen, mert teljesítette a távot. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! És gratulálok is hozzá, mert tudom, köszönöm hogy ez szépen. Nagyon necces volt nagyon sokszor, hogy egyáltalán be lehet érni ezzel a hajóval, aminek a neve, az látható most a pólóján is, Spirit of Hungary, vagyis Magyarország szelleme? Hát igen, ezt így lehet fordítani, de alapvetően amikor mi így döntöttünk, akkor más volt a fejünkben. Azt realizáltuk, hogy gyakorlatilag minden itt készül, szellemileg, fizikailag, az alapanyagok is itt készültek, és egy barátom tanácsolta, hogy ha már ennyire magunkra vettük a feladatot, és itt csináltunk mindent, akkor miért nem hívjuk ezt a magyar szellemnek, hogy lehessünk rá büszkék? És akkor de, miért is ne? És rajta ragadta. Először csak a projektnek volt a neve, aztán a hajónak, és végül úgy maradt. És igazából ez egyfajta büszkeség számunkra, hogy amit a nagy ipari és hajós kultúrák meg tudnak teremteni, azt mi itt meg tudtuk teremteni, még akkor is a sok küzdelemmel. De ez a fajta büszkeség jelenik meg ebben a szellemben, hogy minket igazából a szellemünk vitt át ezen a tudáshegyen, vagy tudáshiányhegyen. Most, amikor a küzdelemről beszélt, akkor valószínűleg arra gondolt, hogy sokáig tartott, és nehéz volt egyáltalán ezt a hajót összerakni. 2 évig épült, hogyha jól tudom, míg a külföldi versenytársak sokkal rövidebb idő alatt, sokkal nagyobb pénzből gyorsabban össze tudnak rakni egy hajót. De aztán nagyon sok problémával szembesültek kint a nyílt vizeken is. És ez volt az oka annak, hogy végül abból lett óriási teljesítmény, amit elismert a világ élvezője, hogy egyáltalán egy ilyen állapotban lévő hajóval életben maradtak, és teljesítették ezt a távot. Akkor ezek után mennyire ambivalensek az érzelmei magával a hajóval szemben, ami végül is a saját tervezéssel, saját építéssel, saját gyártása? Hát a részben, a tervezés is részben, mert azért segítettek benne, ugyanúgy magyar kollega segített, és nem én építettem, csak én fejeztem be a hajót. Itt Magyarországon épült egy szakműhelyben. Ezek nagyon fontos dolgok, és nem az bosszant, hogy soha, hogy a hajóval vannak problémák, vagy meghibásodik valami, hanem az bosszant, hogy olyan dolgok hibásodtak meg, amiért sok pénzt fizettem, és adott esetben nem mi csináltuk, hanem valaki profi csinálta a nagyvilágban, vagy itthon, végül is mindegy. És amiért az ember fizet, és elvárja a hozzáértést, és a megbízhatóságot, és az úgy esik szét, ami emberi hanyagságra vezethető vissza, az nagyon bosszantó. Amikor ilyen hihetetlen helyzetek vannak a nyílt tengeren, akkor annak a két embernek az egymásra utaltsága, akik ott vannak együtt, és küzdenek az életükért, az azt hiszem, hogy így laikusok által átélhetetlen és felfoghatatlan. Az abszolút maximális. Ennél érdekesebb, hogy ráadásul úgy indultak neki ennek az útnak, új-zélandi kollégájával, a mezőny legidősebb és legfiatalabb versenyzőiből álló csapatként, hogy ha én jól tudom, akkor alig ismerték egymást. Nem ismertük egymást. Az utolsó pillanatban kellett társat váltani. Egyszer volt szerencsém 10 percet beszélgetni a Konráddal még New Yorkban, ahol ő fölkínálta, hogy ha éppen úgy alakulna az életem, akkor ő szívesen csatlakozik, amit persze nem vettem komolyan. Az ember ilyet elteszi magának. És de ő komolyan nincs mit. Ő valószínűleg komolyan mondta. Neki, mint kiderült utólag, azért célja volt valamilyen módon részt venni ezen a versenyen és majdan a Vendéglóbon. Amikor aztán magamra maradtam, előjött bennem az a lista, akik egyáltalán szóba jöhetnek a világban, hogy társul hívjam őket magam mellé. Ebben azért tapasztalt skipperek voltak az első helyen, de ők vagy versenyeztek másik versenyen, vagy éppen nem értem el őket. És akkor eszünkbe jutott a Konrád, aki annak idején kínálta a támogatását, vagy a segítség, a személyét, a tudását. Fölhívtam, és neki pont 20 másodperc kellett ahhoz, hogy igen mondjon. Valószínűleg készült rá, és nagyon megörült a lehetőségnek. És attól kezdve nem is gondolkodtunk rá, nem beszélgettünk róla, ő egyből mondta, hogy másnap repülőre ül, jön és segít. Mondtam, hogy azért ennyire nem kapkodjuk el, de egy hét múlva a Trieste-be csatlakozott hozzám, és attól kezdve 5 hónapig együtt voltunk. Volt időnk megtanulni egymást, és nekem volt időm megtanulni, becsülni az ő tudását és hozzáállását. Mert egy nagyon fiatal, ha úgy tetszik, részben tapasztalt, és igen, mosolygós kis aranyos fiú, ugyanakkor meg egy nagyon kemény, leginkább a bajban mutatkozik ez meg, hogy olyan ember, akire számítani lehetett, és akivel nagyon jól tudtunk együtt. Úristen, mutatjuk pont a képeket, bocsánat, hogy közbevágok. Itt éppen varta a fejemet, igen. Igen, erről is felvételek készültek. Igen. Ez hogy volt?
Az Árbóz tetején dolgoztam, amikor belementünk egy olyan hullámzásba, hogy elkezdett verni az Árbóc, teljesen mindegy, mit csináltam, és egyszer elvesztettem a kontrollt a mozgás fölött, és lefejeltem az Árbóc sínt, és ott az egy ilyen nyílást csinált, tehát ezt be kellett varni. És ez egy ilyen mindennapos készség a vitorlázók körében, hogy mindenki össze tudja varni a másik fejét, hogyha kell, igen, vagy igen, ehhez kellett? Igen, ezt rajt előtt tanultuk. Ott egy orvosi előkészítésben tanultuk. Hát a Konrád tanulta, én meg pont máshol voltam akkor, amikor tanultam, hogy jó, hogy az én fejem nyílott ki, és őket neki kellett varni, mert fordítva ez nehezebb lett volna. Bár én is kézügyes vagyok, és megoldottam volna a feladatot, de ő én viszont nem gyakoroltam. Egy vitorlavarró mester, hogyha én jól tudom. Igen, egy vitorlavarró műhelyben dolgozik, és kifejezetten kézügyes, neki jól áll a tű a kezében, úgyhogy nem okozott neki gondot. Bár itt panaszkodott, hogy erősebb a bőröm, mint a vitorlaanyag. Hát tudom, ez nem van nagy baj, valahogy birkózd magad át rajta. Megoldotta. Egyébként hogy működik ez ilyenkor pszichológiailag a két ember együttműködésében, emberileg, amikor össze van zárva ezen a kis helyen, ugye? Gondolom, hogy amikor egyébként az embernek van ideje, akkor a egyik legfontosabb szempont, hogy kit választ maga mellé, a szaktudás mellett az, hogy kinek a személyisége kompatibilis az övével, ki az, akivel el tud viselni. Nekem ennyi idő nem volt, hogy emberileg is válogassak, ugyanakkor magamat is tekintem szakmailag annyira profinak, és a Konrádot is tekintettem annyira profinak, hogy az egyéb apró cseprő emberi vágyainkat, indulatainkat legyűrjük a cél érdekében, és ezt végül célul is tűztük ki, hogy ha végig akarunk menni, és nem akarjuk egymás torkát elharapni közben, akkor a tolerancia és a türelem azok alap filozófiai felfogás, és nekünk úgy kell működni, hogy a másikat ott akkor is tolerálni, amikor nem tetszik, amikor fázok, fáradt vagyok, és próbálom a problémámat rátapasztani a másikra, és hogy ezt ne tegyük. Ezt betartottuk végig, az út végéig, és ugyan idegenként indultunk el, de kvázi barátként érkeztünk meg, bár én nem tekintem a Konrádot barátomnak, sokkal inkább öcsémnek tekintettem, amikor megjöttünk. Mert hát a korkülönbség miatt barátság az egy olyan furcsán alakuló viszony, de nagyon, nagyon közeli és szoros viszonyba kerültünk egymással. Tehát megtanultam bízni benne emberként, szakemberként, és kifejezetten pozitív érzületekkel fejeztük be az utat. Fognak még együtt versenyezni? Nem tudom, de ennek a lehetősége nincs kizárva. Beszéltünk róla, neki megvan a saját elképzelése, a saját jövőjével, építi a saját szólókarrierjét. Ennek része volt ez az út. Én is tulajdonképpen szólóban vitorláztam, és úgy is készülök a jövőre nézve, de vannak még páros versenyek a világbajnoki szériában. Volt róla szó, ha éppen szükség van rá, és el tud szakadni, akkor szívesen eljön. De ismét bennem az az érzet van, ha egy mód van rá, akkor próbálnék magyar társal menni. És ez irányba azért zajlanak kutatások. Most nem sokára megy vissza Barcelonába dolgozni a hajón, hogy kész legyen a következő versenyre. Mire van szükség, mármint hogy a hajó átépítéséhez, és mik a tervei a közeljövőre? Hát először szétszedjük, de tényleg darabokra. Árbócot kivesszük, szétszedjük, tőkesült kivesszük, szétszedjük. Tudjuk, hogy mi a rossz most, és feltárjuk még azt, ami esetleg problematikus, és kezdjük újraépíteni az egész rendszert. Hát idő, ez a numero egy, sok-sok energia, hozzáértés, néhány olyan szakember, akiket vinni kell majd magammal, és hát nem utolsó sorban majd kell pénz is hozzá. Van egy rész, ami lefedett, aminek megvan a költségvetése, de előfordulhatnak olyanok, sőt, biztos, hogy lesz a jövőben olyan, amihez még azért olyan költségvetés kell, ami nincs meg. De hát ez egy nemzetközi projekt, mint ahogy erre a versenyre, most a Barcelona World Race-re is túl a meglévő szponzoráción én angol és spanyol támogatókat találtam. Ez a fajta kutatás zajlik most is. Ja, állami pénz, ha jól tudom, nem volt most ebben a versenyben sem. Tudomásom szerint sem. Vannak tárgyalásai a jövőre nézve magyar állami támogatásról? Lokálisan volt ilyen, Székesfehérváron, pont tegnap tárgyaltam a polgármester úrral, hogy végül is a városom hogy dönt, és ők merre próbálnak nyitni az én érdekemben, az egy másik kérdés, nem látom még át.
Én azért nem tartanám sértőnek, ha mondjuk a magyar állam mögé állna, de eddig még erről konkrétan sehol nem volt szó. És egy spanyol befektetőnek mi az érdeke abban, hogy egy magyar hajót támogasson? Nagyon érdekes dolog. Még Amerikában jöttek oda hozzám, hogy tulajdonképpen ők nagyon szeretnék a verseny érdekében, ha ott lennék a Barcelona völgyrészen, mert hát csak spanyolokból, angolokból, franciákból megtölteni egy versenyt, az nekik már ismert és kevésbé színes. A mindenkinek az az érdeke, hogy legyenek ott olyan arcok is, mint például én. És mondtam, hogy én mindent elkövetek, hogy ott legyek, de bizonyos hiányosságaim vannak. Küzdök, akkor is dolgoztam épp a hajón egy technikai problémát megoldandó műhelyben. És akkor ők jelezték azonnal, hogy ha nekem olyan problémám van, amiben ők tudnak segíteni, akkor megteszik annak érdekében, hogy ott legyek. És megtették, amikor szükség volt rá. Ezt egyébként úgy meg szokta hallgatni a versenytársaktól, a világ nagy vitorlázóit, hogy milyen érdekes, hogy itt van Fanándor a világ élmezőnyében egy olyan országból, amelynek nincsen tengere? Hogyne. Ezt a legmagasabb szintű versenyzőktől ugyanígy hallom. Legutóbb épp Alex Thompsonnal, a brit versenyzővel beszélgettünk erről, hogy ők bizony rácsodálkoznak nap mint nap és a mai napig is, hogy a fenébe kerül oda egy vitorlázó, illetve ez úgy merül fel, hogy a fenébe került oda 30 évvel ezelőtt, és hogy most ott vagyok, az már természetes nekik, de a mai napig se értik, hogy ennek a know-how-ját, a hátterét ezt honnét teremtem meg. Mert hát nem élek köztük, ők ezt tudják, hogy itthon élek, itthon dolgozom. És innét tartani a lépést szakmailag, az nem egy egyszerű feladat. Lett volna arra a lehetősége, hogy ne ezt az utat válassza? Hogy amikor először világhírt szerzett, akkor kimenjen és oda költözön valahová? Ez megtörtént. Kimentem, ott éltünk Franciaországban, a gyerekem ott járt iskolába. De maradhatott volna? Igen, én ott nagyon jó szakmai és üzleti ajánlatokat kaptam, biztos egzisztenciát. De akkor úgy döntöttünk a család és főleg a gyerekeim érdekében, hogy hazajövünk. Ez volt 97-ben. Utána tizenvalahány évig itthon éltem, mint vállalkozó és család éltünk. És most, hogy visszatértem a versenyzéshez, most ugyan gondolkozom rajta, hogy ez mennyire volt okos dolog annak idején, de emberileg mindenképpen az. Mindenképpen azt szerettem volna, hogy a gyerekeim magyar gyerekek legyenek, magyar kultúrában, és ne francia gyerekeket neveljek. Ez így megvan, és nagyon jól van. Most, hogy ismét versenyző lettem, nekem hasznosabb lenne, ott lennék köztük, de nem olyan egyszerű a visszaút. Majd meglátjuk, hogy mennyi időt tudok ott tölteni a jövőben, de mindenképpen fontos lenne, hogy többet, mint az elmúlt években. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm.